Angliából és Magyarországról származik a Nyíregyházi Állatparkban élő aranykezű tamarin tenyészpár. 2016-ban a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstófürdőre. A nemrég született, mindössze 3 hetes csöpségeket még nem könnyű észrevenni, hiszen meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. Egyelőre idejük nagy részét anyjuk hátán töltik. Az élesebb szemű látogatók akár már az ikerpáron is láthatják a fajnévre utaló mintázatot, ugyanis a faj különlegessége, hogy fekete bundával rendelkeznek, de a mancsuk aranybarna színezetű. A Saiginus Midas tudományos név is erre utal, ugyanis az ókori legenda szerint Midas király kezében minden aranyjá változott. A karmosmajon félékhez tartozó állatok igen apró termetűek, mindössze 20 centisek és csupán fél kilósak. A szülők méreteihez viszonyítva viszont az utód minden esetben igen nagy méretű, születéskor körülbelül 10 deka, ezért a kölyök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét. Az apró testméretnek nagy előnye van, a dél-amerikai esőerdők legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahova a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket. Ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madár csicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtársaikkal. Bár az aranykezű tamarinok a 33 karmosmajon faj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A tamarin tenyészpárt és a két kis apróságot az állatpark különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség.